A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia üzenete 2018. augusztus 21. Sheldon Nightwing által a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül. Dradzó, ahogy a világ változásai folynak, az összeesküvés azon forrong, hogy elveszíti az emberek feletti uralmát. Hosszan küzdöttetek az egyszer fenn, egyszerlen hullámok közepette, és mégis kitartottatok a fény fenntartásában. A legtöbb lénybolygótokon valami jótékony változást érzékel bizonyos szinteken. Az évszázadokon át ismert világ az összeomlás állapotában van. A jelenlegi globális szintér is előre halad. Olyan forrongó események nyomán, melyek igencsak életet megváltoztató dolgokat ígérnek. Ezek magukba foglalják egy új, igazán spirituális korszak megszületését és megerősödését, és olyan régóta vágyott ideák kiemelkedését, mint a béke, a jólét és a személyes szuverenitás. Most egy interregnumban találjuk magunkat, miközben látjuk, ahogy a régi sötét korszak feloldódik, és a remény és a megújulás egy új korszaka válik láthatóvá. Akik követik a világ eseményeket közületek, egy olyan időnek a tanúi, amikor a kirakós összes darabja a helyére kerül. Egyértelmű terv és időbeosztás lett felállítva. Most azt igényeljük, hogy várjatok türelmesen, míg látszólag ezzel kapcsolatban nem álló eseménye sora megtörténik, és felfedődik a sötétek napirendje, melynek helyébe az isteni tervel egy becsengő napirend kerül. A szövetség beindított egy tervet, ami képlékeny. Ez egy különlegesen kialakított végtelen eredményjáték, és hozzá társuló kvantumegoldások, melyek földi szövetségeseinket a statikus összeesküvés feletti előnyökhöz juttatják. Fordítsatok figyelmet ezen üzenet egyik aspektusára, mely párhuzamba helyezi a jóléteteket a fizikai énetek teljes tudatosságra való mennyei előkészítésével. Ez az eljárás előidézi a fizikai, a mentális és az érzelmi testetek teljes átalakítását a végső átszerveződés akkor fog megtörténni, mi alatt a kristályfénykamrátokban vagytok biztonságos körülmények között. A fénynek ez a különleges élő kamrája átalakítja a teljes szintű RNSD elneseteket. Ez egy dinamikus fényhangszerként működik, mindenkinek egyedi igénye szerint, és olyan új szekvenciakódokat kódokat szólaltat meg, amik eljuttatnak titeket oda, hogy azonnal elérjétek teljes tudatosságú potenciálotokat. Ez az eljárás a mennyország által van kialakítva, és nagyjából három napot fog igénybe venni isteni céljának elérése. A saját testőrzőtök és más mennyei vezetők fogják irányítani. Amint kiemelkedtek ebből az élő kristályfényből, vissza fogtok kerülni teljes tudatosságra. A teljes tudatosság az isteni cél. A teremtő elrendelte, hogy a valóságotoknak vissza kell térnie egy teljes tudatosságú valóságra. A most ismert valóság gyorsan idegenné válik. Látjuk ezen események megtörténését a szemeink előtt, és közelről figyeljük a galaxis visszaállását egy egyesített, multidimenzionális állapotóvá. A bolygótokra záprozó frekvenciák hatalmas energiahullámok, melyek átrendezik a teret és az időt egybefonó energiamezőket ahogy ezek az átszövő eljárások folynak, a galaxis lélegzetelállító formákkal és világító színekkel manifestálja a szépségét. Dicsőséges! sokárdás. A felemelkedett mestereitek vagyunk. Eljön az idő, amikor a béke és a megvilágosodás új korszaka az áprozik a föld anyára. Ez az új valóság kezd számos áldott módon valóra válni. Ez a dicsőséges új valóság az, ami lehetővé teszi, hogy az emberiség egy új galaktikus korba lépjen. Ahogy jobban képesek vagyunk megérteni ezen valóság változásának módját, új spirituális módszereket ismerünk meg az egymáshoz való viszonyulásra. Amit most kérünk tőletek, azaz, hogy álmodozatok egy csodás új világról, mely kedves, gondoskodó, és jó és vizualizáljátok azt, az egyre emelkedő tudatosságotok ádefiniája, hogy hogyan lássátok egymást, és hogy az új valóságok hozzátársuljanak a világnézeteitekhez. Évszázadok óta figyeljük az egyre erősebb átalakulás fényét, ami a sötétek kelletlen visszavonulását okozza. Ez az új valóság számtalan módon kezd megnyilvánulni. Minden egyes napbolygótok még erősebbé válik energetikailag, ahogy a régi valóság rácsai összeomlanak, Ragyogó fénysugarakat és fantasztikus felhőképződményeket láthatunk hirtelen az égbolton megjelenni. A valóságotok hamarosan kitágul és átalakítja önmagát. Mi leszünk a ti isteni vezetőitek és spirituálisan kijelölt mentoraitok, és nagyon komolyan veszük ezt a kiváltságos szerepet. Hálásak vagyunk az űrcsaládjainknak, hogy egyre nagyobb számban látogatnak minket, és örülünk, hogy a mennyország fénye sugárzik le mindenhová körülöttünk. Nagyon elégedettek vagyunk azért is, hogy közületek egyre többen küldik napi szeretet imáikat felénk. Mid egyik őtök birtokában van az a szentség, amit a sötétség közel 13 évezredel ezelőtt a valóság kirezetelésével nyomott el. Mindannyi útok számára közeledik az átalakulás, és az ismét fizikai angyalláválás. Együtt. Egy nagyon fontos új csillag nemzetet fogunk teremteni, és beteljesítjük a teremtő legfenségesebb álmait. Úton van a csodálatos dolgok és a csodák ideje. Ma folytattuk üzeneteinket. Mint említettük, egy hatalmas változás ereszkedik erre a felszíni birodalomra. A mi felelőségünk az, hogy mindig tudatában legyünk ennek, és hogy az univerzum épp felfedi varázsát ebben a nagyon nagy pillanatban. Elérkezik az idő számunkra, hogy ennek a fénynek a csodái beinduljanak. Tudjátok drágáink, hogy a mennyország véget nem érő jóléte valójában a tétek. Így legyen. Szelamat Gajun. Szelamatja. Szíriusziul legyetek egyek és legyetek örömben.